Megkezdődött a 2023-24-es bajnokság, idegenben ugyan, de nem túl messze, a török ugrató tövében Budaörsön. Annál a Budaörsnél, amelyet szemben az elmúlt bajnokságban nem sok babér termett számunkra, hiszen mindkétszer elvették tőlünk a 3 pontot. Több új igazolással, de sajnos sérülés miatti hiányzók okán Illés, Gasner, Bozsóki, Gyurác, Varga, Hírman, Lakatos, Benke, Szalai, Sóron, Varga összeállítású csapatnak szavazott bizalmat Csordás Csaba szakmai igazgató. A 6. percben egy szöglet kombináció után magas embereink éppen lemaradtak a labdáról, majd Gasner jobb oldalról beadott, Soron által lekészített labdát Lakatos tűzte rá 20 méterről, de nem talált kaput. 17. minutumban Szala indította Vargát, aki betört a 16-oson belőre, hogy gyanús körülmények között elesett. A bíró Salamoni döntéssel sarokrúgást ítélt. A jobb oldalról a Kárvállott végezte le szögletet, Soron pedig a túloldalról 5 lépésről remek mozdulattal a kapuba bólintott, ezzel 0-1. 23. percben Jász egy jó csel után 18-szor eresztette egy lövést, Illés azonban biztos kézzel védett. 40. percben Cakó baloldali szögletét követően Berekali beadásnak szánt labdája lecsúszott a lábáról, így okozott némi izgalmat, de a játékszér elkerült a bal felső sarkot. Szünetben a korábban Bicskén is futballozó budaörsi vezetőedző, ifjabb Bognár György cserékkel igyekezett felrázni csapatát. Az 50. percben egy kiugratás után Murai elől Illés merész előre vetődéssel mentett. Az 55. percben Molnár átbe Benke helyett. 2 perccel később némi zavar a védekezésünkben, hátrafutó Varga mentett az alapvonalon túlra. 1 óra játékidő elteltével a frissen beállt Birtalan 20 méteres lövését látványos Robinsonáddal védte Illés. 64. percben Soron remek indításával Molnár lépett ki, de a lövés pillanatában Borsos elütött előle a labdát az alapvonalon túlra. A sarokrugás után Soron a baloldali 16-os sarkától lőtt, Borsos a hosszú ficakból ütötte ki a labdát. 68. percben Soron jobboldali beadását Molnár lőtte a bal sarok felé, de a nem túl erős lövést védte a hazai kapus. 73. percben Varga és Szalai helyén Savanya valamint Szál folytatta. Következő percben Birtalan baloldali 16-os sarkától az oldalhálóba lőtt. 2 perccel később Szál ívelt be baloldalról, Savanya fejeletett kapura, de Borsos az alapvonalon túlra ütötte a labdát. 82. minutóban egy gyors Soron szabadrugás után Samanya egyedül nyargalhatott a kapura, de elkapkodta a lövést, így oda lett az ittszer. 85. percben Soron helyett Földös lépett pályára. A ráadás 2. percében Molnár baloldali beadása után Lakatos került a hálóba a labda helyett. 94. percben, miután játékvezető 5 percet tett rá, egy előrévelt labdát Kisz fejelt kapura, de Illés fogta a kísérletes. Nagyszerű, történelmi és önbizalom növelő győzelmet aratott csapatunk vendégségben. Az előzetesen esélyesebbnek tartott vendéglátók ellen a győzelem akár nagyobb arányú is lehetett volna jobb helyzet kihasználással. Folytatás hazai pályán augusztus 2-án szerdán 17:30-tól az ugyancsak győzelemmel rajtoló Balatonfüred ellen. Hogyan emlékszel vissza erre a gólra? Hát úgy érzem, hogy egy jogos 11-es nem kaptunk meg, abból igazából hibásan szögletet fújt a partjelző, de senki nem foglalkozott vele. Következő szituációra fölkészültünk, és egy figurából sikerült gólt szerezni. Tibi, elkezdtünk egy olyan menetet, amikor idegenben már 100%-osok vagyunk, tehát nem úgy, mint tavaly évben, hogy gyengén szerepelt idegenben. Idén folytatódik ez a idegenbeli sikersorozat? Idén az összes bajnoki meccsünket megnyertük eddig, Gyuri bácsi, úgyhogy eddig minden rendben van. Nagyszerű. Nagyszerű, Tibi, és összességében hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk. A második fél időből ők rá tudtak tenni még egy lapáttal. Úgy gondolom, hogy mi álltuk a sarat, dolgoztunk ki lehetőséget is, hiába nyomtak a második fél időbe. Úgy érzem, hogy igazi helyzetig nem tudtak eljutni. Nekünk volt második fél időben is egy pár lehetőségünk, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt gratulálok. Tibi, szerinted a felkészülési meccsek nem sikerültek, ez gondolom egyértelmű, már eredmény szempontjából. Jelent ez valamit a bajnoksággal kapcsolatban? Gyuri bácsi, én úgy gondolom a felkészülő meccsek arra vannak, hogy felkészüljünk, és itt az első próba az úgy néz ki, hogy sikerült felkészülni, ezen az úton próbálunk tovább menni. Én aláírom, hogyha soha az életben nem nyerek többet felkészülési meccset, de a bajnokságban pedig majdnem minden meccset megnyerünk. Tibi, ide is meg lesz a 20 gól? Ilyenben nem szeretnék belemenni, a csapat szerepeljen minél jobban, és én legyek az, aki a gólt rúgja. Jó, így legyen. Köszönöm csak szépen. Csak a Micske. Csak a Micske!
Kedves Csaba, hát ezt így képzeltük el, úgyhogy gratulálok a győzelemhez. Hogyan tudnád értékelni ezt idegenbeli sikert? Köszönjük szépen, én is úgy gondolom, hogy egy álomszerű szezonkezdés volt. Mindenképpen szeretném ezt az ellenfelet megdicsérni, mert szerintem nagyon jó focit játszottak. Két hiányérzetem volt a mérkőzésen, az egyik az pont ebből adódik, hogy nagyon lassan álltunk rá arra, amit megbeszéltünk, hogy hogyan tudnánk hatástalanítani az ellenfélnek az építkezéseit. Ez helyek közel nem működött, aztán voltak periódusok, amikor nagyon jól működött. Hát és ugye ott volt, látta mindenki a lehetőséget, hogyha meg tudjuk rúgni valamelyik kontrából a második gólt, akkor talán egy kicsit jobban levegőhöz tudtunk volna jutni. Én azt gondolom, hogy aki semleges nézőként kim volt a mai mérkőzésen, az mindenki egy nagyon jó mérkőzést láthatott. Én azt gondolom, hogy most a legfontosabb cél a mutatott játékon felül ugye a három pontnak a megszerzése volt. A tavalyi szezont, hogyha nézzük, akkor oda-vissza megvert bennünket, hogy a Budaörs. Én nagyon boldog vagyok, aztán ugye most a fiúk már nyomják a regenerációt, mert már jövő héten szerdán ugye a következő fontos mérkőzés hazai környezetben. Csaba, én úgy gondolom, hogy ha a mérkőzés összességét nézzük, akkor szinte végig a mérkőzésen jobbak voltunk. Maga biztosan játszottak a fiúk. Hát én örülök, hogyha te így láttad, én meg azt láttam, hogy az ellenfél nagyon építette a támadásait. Természetesen nagyon nagy dicséret a csapatnak, hogy tényleg csúsztunk, másztunk, ráadásul ez az utolsó néhány perc, mert ugye volt 5 perc hosszabbítás, akkor ember felett itt mozgósított mindenki még a végére. Én mondom, én örülök, ha te így láttad, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó ellenfelet tudtunk megverni. Nagyon sok győzelem lesz még a Budaörsnek ebben a szezonban, de örülök neki, hogy így kezdtük. Ha jól látom, itt 5 olyan sérült játékos ült a lelátón, akik ugye a kezdő csapat tagjai. Mi van velük? Hát igen, ők nagyon hiányoztak, de természetesen, ahogy kiemeltem, hogy le a kalappal az egész kezdőcsapat előtt, mai kezdőcsapat előtt, és én azt gondolom, hogy minden csere játékosunk remekül szállt be. Ugye volt, akinek a játék kellett, hogy egy kicsit plusz tegyen hozzá, volt, aki ugye a mentális részével, és úgy gondolom, hogy ez minden működött, úgyhogy ma így kerek volt az egész kép. Szerinted akár lehetett volna nagyobb is ez a győzelem, mert volt ott olyan szitu, amikor a játékvezető nem adott meg egy számunkra egy 11-es helyzetet. Én azt gondolom, hogy lehetett volna, nyilván nem szeretnék a játékvezetővel foglalkozni, persze mi is egy picit úgy éreztük, hogy voltak olyan kétes szituációk, amivel tudott volna bennünket segíteni mindenféle plusz dolog nélkül, ami csak a természetes, én is azt gondolom, hogy ugye most itt az új szabály, a partjelző nem segíthet látványosan a játékvezetőnek, egyértelmű 11-es volt, de mondom, a sors az nagy rendező, úgyhogy ezt megérdemeltük, ezt a győzelmet. Csaba, hogyan tovább? 3 nap múlva fogadjuk Balatonfüredet hazai pályán. Így van, hát dolgozunk tovább, ugye várjuk vissza a sérült játékosainkat, és hát ugye most a legfontosabb az, hogy nagyon közel van a következő mérkőzés, a fiúk minél hamarabb legyenek top állapotban, mert természetesen, amiről már beszéltünk többször, hogy szeretnénk az otthoni mérlegünket megtartani, a nagyon jó mérlegünket, úgyhogy mindenféleképpen szerdán is szeretnénk nyerni. Így legyen, köszönöm szépen az interjú. Sok sikert csapatunknak. Köszönjük szépen. Hát gratulálok a játékhoz, de az eredményhez nem tudok. Hogyan tudnád értékelni ezt a 1-0-ás vereséget? Hát pontosan így, nagyjából mezőnyfölényben fotballoztunk, de sajnos a minőség hiányzott most a játékunkból, főleg az a Bicske kapuja előtt. Nem igazán tudtunk helyzeteket kialakítani, noha ez igaz a Bicskére is, hogy inkább a vége felé volt egy-két kontra, amivel el tudtak jönni, de küzdésből viszont erősebbek voltak, mint mi, úgyhogy hogyha egy ilyen helyzet nélküli meccs is, de megérdemelten nyertek. Egyébként színvonalas jó meccset játszottatok. Mi a csapat célkitűzése az idejében? Hát mindenféleképpen elsőként szeretnénk jobb évet, mint a tavalyi év volt, aztán meglátjuk, hogy ebbe mi fér bele. Nyilván azért átrendezték most az NB3-at, kevesebb mérkőzésből kell jobb eredményt elérni, de ez kellenek a célok, és jó is, hogyha van. Gyuri, elmondanád a kedves nézőknek, hogy te hogyan kerültél ide Budaörsre, hiszen előtte Pakson voltál a vezetőedző asszisztense? Tulajdonképpen előtte meg Budaörsön voltam. Én már dolgoztam itt korábban is, illetve fociztam is itt, igen, úgyhogy most már egy jó pár évet dolgoztam itt Budaörsön, és akkor tulajdonképpen itt egy irányváltást akartak a vezetők eszközölni a nyáron, amibe képbe kerültem én is, és akkor a beszélgetések során szimpatikus volt mind a két félnek. Egyébként milyen kerettel dolgozol, és voltak-e sérültjeid a mai napon? Nem nagyon voltak sérültek, olyanok voltak, akik nyilván még tavalyi évből meccsiányból jöttek, és azokat próbáljuk szépen fölépíteni, de nem, egyáltalán itt volt a teljes keretünk, a felkészülés az jól sikerült, sajnos a pofont azt most kaptuk, nem akkor. Igen, épp azt akartam kérdezni, hogy sikerült a felkészülés, mert jelent-e a felkészülésen való jó szereplés, a bajnokságban való jó szereplést egyáltalán?
Hát igazából egy szezon azért hosszabb annál, hogy egy felkészülés azt meghatározza, nyilván ez ad egy alapot. Még csak nem is az első mérkőzésre adja az alapot, hanem tulajdonképpen a játékos keret kialakításában, abban, hogy milyen focit bírunk el, és milyen focival tudunk esetleg érvényesülni. Az, hogy a mai nap így alakult, tehát alakulhatott volna fordítva, és ilyen a sport, ez benne van. Nem hiszem, hogy a felkészülés miatt kaptunk ma ki, és nem hiszem, hogyha esetleg legközebb nyerünk, az amiatt lesz. Gyuri, mi kell ahhoz, hogy a következő meccseket hozzátok? Tehát miben kell javulnotok, te szerinted? Mindenféleképpen a minőségben, a döntések, a gyors meghozata azoknak a kivitelezése. Nem volt ez jó most, nem is tudtunk olyan veszélyes helyzeteket kialakítani, egy-két lehetőségünk volt, de igazából nem tudnék feleveleníteni olyan szituációt, amikor hogyha berúgjuk, akkor ezt a meccset megfordítjuk, vagy megnyerjük. Úgyhogy... Gyuri, hogyan emlékszel vissza a Bicskén eltöltött időszakodra, hiszen ott focisztál nálunk, hogyan emlékszel vissza ezekre az időszakokra? Hát igazából egy olyan hosszú időszak azért ez nem volt, és ugye azért igen, és azért annyiban más volt, hogy az egy megye egyes csapat volt, aki azt meg akarta nyerni ezt a bajnokságot, ami akkor ez nem sikerült, pedig hát tulajdonképpen versenyben voltunk végig, de a végén nem mi tudtuk megnyerni. Igazából jól éreztem magamat Bicskén, tehát ezzel nem volt probléma, csak aztán úgy alakult az élet, hogy én elkerültem onnan, a Bicske meg egy másik irányt vett. Aztán szerencsére sikerült a klubnak följutnia. Jó, még egy utolsó kérdésem, illetve megjegyzésem. Gratulálok a Pakson eltöltött időszakodhoz. Nem akarlak én arra kérni, hosszasan értékeld a Paksnak a jó teljesítményét, hiszen nagyon jó szerepel, tele magyar játékosokkal. Te hogyan ítéled meg az ott eltöltött időszakodat? Én nagyon szerettem Pakson dolgozni, egy különleges környezet, nagyon családias, és ez egytől egyig az első embertől kezdve az utolsóig megmutatkozik. Nagyon, nagyon sokat lehetett ott fejlődni, pont azért, mert a környezet elég nyugodt, és hagytak dolgozni, meg továbbra is így van, gondolom. Úgyhogy csak ajánlani tudom bármilyen edzőnek, hogy egyszer szóba kerül a Paks.